Ez így nagyon nehéz. Marcus mágus több mint 20 éve rendszeresen jósol és segíti a hozzáfordulókat. Sztárok is rendszeresen faggatják karrierjük, szerelmi életük kérdéseivel. Mi most arra voltunk kíváncsiak, hogy kibékülhet-e még Várkonyi Andrea és Bokkor Gábor. Tavaly nagy port kavart, hogy a szőke műsorvezető otthagyta a képernyőt, majd 12 évnyi együttélés után kislánya édesapjától is elköltözött. A tarotkártya és a cigánykártya is azt mutatja, nincsen visszaút. Mindketten erős személyiségek, és egy idő után úgy érezték, hogy sok mindent feladtak az elveikből, és ezáltal alakult ki a felhalmozódott feszültség köztük, mondta el a kiskegyednek Marcus mágus. Bokkor egy vadásztípus és egy hódító természet, tud szerelmes lenni, de ha kiszeret valakiből, akkor utána ő már tovább áll. Ha pedig egy párkapcsolatban többször fordul elő, hogy kénytelen megalkudni, akkor egy idő után már menekül. Várkonyi is erős személyiség, aki vonza a férfiakat, de csak a hódításig. Utána valamilyen szinten próbál uralkodni a kapcsolatban, de a csatározást már kevés férfi viseli el. Ha ők meg is találják a hangot egymással, ebből már nem lesz szerelmi kapcsolat. Már volt arra is próbálkozás, hogy normalizálódjon a kapcsolatuk, de még a gyerekük miatt sem sikerült. Bokkornak igazából olyan típusú nőre van szüksége, aki megalkudó típus, de fent tudja tartani a tüzet. Andreának pedig olyan férfi kell, akinek a közös családi fészek az első. Mindketten veszteségként élik meg ezt a szakítást.